Jó estét kívánok, ez itt a Kommentár Klub, az M5 Ebu Prize díjas műsora, amelyhez a kommentár munkatársai szolgáltatják a szellemi muníciót. Mai adásunkban utána járunk, hogy miért támadják a kulturális értékeket a klímaaktivisták, valamint szó lesz arról, hogy miként állunk helyt a gondolatháborúban. Tartsanak velünk! Klímavédelmi aktivisták Európa szerte műkincsrongálásokba kezdtek másfél esztendővel ezelőtt azért, hogy állításuk szerint ezzel hívják fel a figyelmet a klímaváltozásra. Ezt a témát mutattuk be februári adásunkban. A riportfilm az Ebu Prizes 2023-as versenyén TV News Reporting kategóriában első helyezést ért el. Most nézzük meg a nyertes kisfilmet, majd ezzel a témával folytatjuk. Fals indokokkal tesznek kárt műemlékekben, vagy az egyetemes kulturális hagyatékban. A legálszentebb, legaljasabb. A múzeumokat használják arra, hogy felhívják az emberek figyelmét. Szerintem nem ez a helyes út. London, Párizs, Berlin és Firenze után Bécsbe is elértek a klímaaktivisták. A múzeumok sorra szigorítják a biztonsági intézkedéseket. Azt akarjuk, hogy az emberek dühösek legyenek. Mi vagyunk a tűzjelző. A házuk mindjárt leég. Az utolsó generáció nevű szervezet osztrák aktivistája részletesen mesélt nekünk a bécsi Leopold Múzeumban végrehajtott támadásról. It was just too perfect. Egyszerűen túl tökéletes volt. Tökéletes festmény, tökéletes motívum egy üvegpanel mögött. És az akciónapján ingyenes volt a belépés a Leopold Múzeumba. A napot az OMV szponzorálta. Tehát a fosszilis üzemanyag finanszírozza a halált és az életet egy festményen. Minden ideális. A biztonsági őröket könnyedén kijátszották az aktivisták. A pillanatragasztó nagyon kicsi, a fröcsköléshez használt műolajat pedig egy vizes zsákba öntötték, amit egyikük a testére csatolt. Ezután már csak a kiválasztott festményig kellett eljutni. Ez a probléma már 50 éve fennáll. Végre foglalkoznunk kell vele. A bolygó elpusztul. Megérkeztünk a Bécsi Természettörténeti Múzeumba, ahová gyakran látogatnak iskolás csoportok is. A legnépszerűbb hely szinkétség kívül a dinoszaurusz terem. Nem véletlenül választották ezt a klímaaktivisták is. Már is mutatjuk. Két hölgy ragasztotta magát ide a dinoszauruszok talpazatához. Az elkövetőket kikísérték, majd a termet le kellett zárni, és a ragasztót is el kellett távolítani. Ez nem sikerült maradéktalanul, bár a ragasztónyomok a mai napig láthatók, a kiállított tárgyakban nem keletkezett kár. Nem akarom, hogy bármelyik műtárgy megsérüljön. De mi a csodát tehetnénk, amikor választani kell a között, hogy esetleg kárt okozunk valami rendkívül értékes dologban, vagy nem teszünk semmit, ami szinte mindannyiunk biztos halálát jelenti. A Természettörténeti Múzeum főigazgatója szerint érthető a kétségbeesés, de a rongálás nem a megfelelő út. Előbb-utóbb Magyarországon is megjelennek azok, akik Berlin, Párizs, London után Bécsben is műtárgyakat gyaláznak meg. Én magam a legszigorúbb fellépésnek vagyok a híve. A Magyar Nemzeti Múzeumban egyelőre különösebb biztonsági átvilágítás nélkül léphetünk be. A múzeum vezetősége ugyanakkor attól tart, hogy ez nem maradhat sokáig így. Ezzel azonban pontosan azt a törekvést lehetetlenítik el, hogy a múzeum látogatóbarát intézmény legyen. Az ember azért lép egy ilyen múzeumi térbe, hogy itt jól érezzük magunkat, hogy gazdagabbak legyünk szellemiekben és lelkiekben, és nem azért, hogy mondjuk a falhoz ragasztott önmagukat videóztató, fotóztató, újságíró had között kelljen végig sétálnunk. Tehát van egy ilyen típusú lelki károkozás is. A klímavédők radikális tettei a magyar múzeumokat egyelőre nem érték el. A művészek ugyanakkor aggódnak, hogy ha ez bekövetkezik, akkor a kiállítóterek többé nem lesznek biztonságosak.
A múzeumokban való megjelenés az egy intézményi megjelenési forma, ami fontos egy kortárs képzőművész életében. Mátyási Péter szerint, míg az éghajlatváltozás valóban égető probléma, a klímaaktivisták tevékenysége kontraproduktív. Azt gondolom, hogy azért az emberek többsége, ha csak azt hallja, és ugye olyan párosításokban, vagy olyan szavakat olvas egy-egy mondaton belül, hogy Van Gogh, vandál, klímaaktivista, akkor az egy nagyon rossz üzenet, mert ugye fog benne megmaradni. Nem pedig az, amivel nagy valószínűséggel ő is egyetértene, hogy ne tegyük tönkre a bolygót. Az Eleven Block művészeti alapítvány elnöke szerint a múzeumok támadása helyett sokkal hatékonyabb lenne, ha a művészi és aktivista csoportok összefognának, és közös művészeti projektekkel hívnák fel a figyelmet az éghajlatváltozás problémájára. Vendégeim ma este Géfodor Gábor, a 21. század intézet stratégiai igazgatója. Hortai Olivér, a Századvég energia és klímapolitika üzletágának vezetője. Jó estét kívánok. Galló Béla politológus. Jó estét. És Nagy Ervin filozófus. Jó estét kívánok. Szervusztok, jó estét kívánok nektek. No hát ez a riport ez egyébként februárban készül, de nagyon időszerű most is, mert a Leszte Generáció nevű szervezet most legutóbb éppen azzal hívta fel a figyelmet magára, hogy a berlini világórát rongálta meg, azt mondta, éppen narancssárga festéket fújtak rá, azért, hogy jelezzék, hogy kész, vége, itt már lejárt az időt, tehát cselekedni kell. Most mit gondoltok, hogy milyen eredményük lehet az ilyen akcióknak? Már azon kívül, hogy beszélünk róla, mi is most ezt tesszük itt. Reklámértéke van az elkövetők részéről, úgy gondolom. A nemes gondolat, a háttérgondolattal mindannyian gondolom egyetértünk, hogy a környezetet védeni kell, de hogy ezen a módon kell levédeni, ahogy ők csinálják, az már erős kételyeket ébreszt az emberben, egyrészt nincs okokozati összefüggés az ilyen múzeumi idézőjelbe vett fellépések és a klímaváltozás vagy a veszélyeztetett bolygók között, és nagyon nehezen tudom elképzelni a befogadó oldaláról is azt, hogy az emberekkel meg lehet azt értetni, hogy miért csinálják ezt pontos, mondjuk Leonardo da Vinci műalkotásainak miköze van a mai romló klímahelyzethez. Azért, ha valaki ezt levezeti gondolatilag úgy, hogy még hasson is az emberekre, akkor azt meg kéne süvegelnünk, azt gondolom. Tehát ez összességében egy alkalmatlan tárgyon elkövetett demonstráció. Megengedem, hogy jó célok érdekében, nagyon-nagyon rossz eszközökkel és nagyon-nagyon rossz hatásfokkal. Hát én itt mindjárt előadom a klímapasszivista kiáltványát, én klímapasszivista vagyok, tehát nem hatnak meg ezek az aktivista jelenetek, mert van egy ingerem ezzel kapcsolatban, hogy ne tolják rám. Tehát ez az egész történet arról szól, hogy én vagyok a felelős, nekem kellene változtatnom az életmódomon, a szokásaimon, miközben, ha ezek a klímaaktivisták reflexívebbek lennének a társadalmi folyamatokkal, meg mindazzal, ami történik, pontosan tudnák, hogy itt vannak nagy szennyezők, nagy károkozók, nagy multik. Eléjük kell menni. Oda kell kötözni magukat, ott kell felhívni a figyelmet, nem a múzeumokban, nem rám kell tolni, hogyha én mondjuk műanyagszatyort használok egy spáros bevásárlásnál, akkor én vagyok a nagy klímaszennyező, hanem ott kell kimutatni a bátorságot, ahol a probléma van. És még egy dolog, ami ezzel összefügg, hogy én úgy látva a bejátszást, hogy annyi szorongás gyűlt össze. Ezekben az emberekben is, akik klímaszorongók, és azokban is, akik védik az intézményeket, teli vagyunk szorongással. Ez az egész korszellem is arról szól, hogy szorongunk, hogy mindjárt vége van. Holott lehet, hogy ez az egész egy nagy, hát egy nagy hangulat. És mindenkinek inkább azon kellene elgondolkozni, hogy mi az ő szerepe és helye ebben a hangulatban. A hangulatkeltésben is, meg a hangulatcsillapításban is. Nem vagyok benne biztos egyébként, hogy amikor meghallgatjuk egyébként a múzeumvezetőket, akik természetesen az intézményeiket védik, akkor az ő retorikájuk nem segíti a hangulatkeltést. Hogy érted ezt? Hát úgy értem, hogy nagyon erős szavak hangzanak el, természetesen, hiszen a saját intézményükről, művészeti alkotások védelméről van szó, de hát mióta beszélünk mi is ezekről az akciókról? Nem lehet, hogy azzal kellene reagálnunk, hogy nem veszünk róla tudomást? Hát tulajdonképpen részei vagyunk annak, hogy egy problémából A problémát generálunk. Itt van például szakember, aki talán el tudja mondani, hogy hát itt vannak nagy szennyezők, nagy ludasak, akik felelősek ezért az egészért. Róluk kellene beszélnünk,
nem a klímaaktivistákról, akik szerintem egy része megvezetett, egy másik része meg klímaszorongó, tehát nem tudja, hogy mit csinál, és nem akarom ezzel felmenteni az ostobaságukat, amit elkövettek, de nem ez a probléma, és nem ez a megoldás a problémára. Megszólítottam. Kommunikációs oldalról én úgy látom, hogy uborka szezon van klímafronton, és ezek a radikális mozgalmak egyre inkább rá szorulnak arra, hogy egyre radikálisabb akciókkal hívják föl magukra a figyelmet. Mert hogy a kicsi lépés az már nem, a minél radikálisabb annál. Így van, az már nem töri át az inger küszöböt. Emmanuel Macron a sárga mellényes tüntetésekkor azt mondta, hogy látom azokat, akik a század vége miatt aggódnak, és látom azokat is, akik a hónap vége miatt aggódnak. Most azóta Európa szomszédjában kitört egy háború, egyre nehezebb egzisztenciális kihívásokkal állunk szembe. Egészen egyszerűen az emberek figyelme közvetlenebb, közelebbi problémákra irányult, és olyan absztraktabb ügyek csak akkor tudják átütni az inger küszöböt, hogyha nagyon meglepő, nagyon furcsa akciókkal próbálkoznak ezek a mozgalmak, amelyek gyakran egzisztenciálisan rá vannak szorulva a figyelemre. Mert ez absztraktabb ügy, úgy gondolod? Én úgy gondolom, hogy ebben a pillanatban igen, a klímaváltozás, mint az egzisztenciális problémák. Tehát az, hogy egy viszonylag friss adat, hogy az eurozónában már elkezdett növekedni a munkanélküliség. Hogyha valaki elveszíti a munkáját, az egy közvetlenebb fenyegetés, mint a klímaváltozás, ami a jövőben következik be. Abszolút így gondolom. És amire Gábor utalt, szerintem egy érdekesség, hogy ezek az akciók tipikusan Európában történnek. A klímavédelmi intézkedéseket két kategóriába szokás sorolni. Vannak az úgynevezett mitigációs vagy megelőzési jellegű intézkedések, ezek tipikusan a károsanyag kibocsátás csökkentését célozzák, és vannak az adaptációs alkalmazkodási intézkedések, amik azt célozzák, hogy a felmelegedés okozta károkat enyhítsük. Az Európai Uniónál az én meglátásom szerint elképesztő mértékben felül vannak súlyozva a mitigációs törekvések a saját globális helyzetéhez képest. Jelenleg a világ széndioxid kibocsátásának a 7%-áért felelős az EU, hogyha az elmúlt évek tendenciája tovább folytatódik, akkor ez 2030-ra bőven 5% alá csökkent, tehát a mitigációs mérkőzés nem itt fog eldőlni. De ebben a 7, illetve majdani 5%-ban ebben benne van minden, benne van a gyárak, benne van a közlekedés, a háztartások, minden? Így van, az Európai Unió területén termelő vállalatok, háztartások, így van, abban minden benne van. Hol dől el? Én úgy látom, hogy elsősorban a fejlődő világban, elsősorban Kínában, Indiában, ezek azok az országok, amelyek jelentős mértékben növelik a károsanyag kibocsátásukat, és ráadásul a meglévő kibocsátások jelentős részéért is felelősök. Ezzel csak azt szeretném mondani, hogy az a fajta klímaharc, ami itt az Európai Unióban zajlik, az egészen furcsa helyzeteket eredményez. Nem sokára jön az ENSZ klíma csúcsa november végén, és hát érdemes felidézni, hogy mi történt tavaly. Az Európai Uniós vezetők egy része egyfajta klímacsendőr pozíciót próbált fölvenni a globális klímavédelmi törekvések tekintetében, csak hogy ehhez az Európai Uniónak nincs meg a kellő geopolitikai súlya, és tavaly Frans Timmermans, az akkori klímaügyi biztos, egy nappal a klímacsúcs vége előtt nyilvánosan a sajtóban megfenyegette a többi résztvevőt, hogyha nem fogadnak el ambiciózusabb célkitűzéseket, akkor az Európai Unió fel fog állni a tárgyalóasztaltól. Aztán másnap nem fogadtak el ambiciózusabb klímavédelmi célkitűzéseket, de az Európai Unió mégsem állt fel az asztaltól. Tehát olyan helyzetekbe keveri magát Európa, ami méltatlan, és hát ezek az akciók jól mutatják, hogy mennyire torz, mennyire abszurd az a hangulat, ami ezen a területen zajlik. Igen, most közben a konferenciáról, amit említettél, eszembe jutott egy karikatúra, ami nagyjából úgy nézett ki, hogy két ember a földön beszél, és felül meg repülőgépek száguldanak éppen, és kérdezi a kisfiú az édesapjától, hogy apa, kik azok ott fent, kik repülnek. Ők mennek most egy klímacsúcsra, hogy megbeszéljék, hogy miért kell nekünk elektromos autót használnunk. Igen. Sokszor nem értem, miről beszélünk. A szavakat hallom, és talán be is tudom azonosítani, de a jelentés nem.
azt értem, hogy klímakatasztrófa, de azt nem értem, hogy klímasemlegesség mit jelent. Tehát hogy lehet semleges a klíma? Mi az, hogy klímacsúcs? Csúcsra visszük a klímát? Mi az, hogy klímaaktivista? Tehát ezek olyan szómágiák, olyan egyfajta nyelvezetet használó kulturális, vagy inkább tömegkulturális csoportok, amelyek már-már vallásos hittel együttműködnek. Ha az ember szorongó lény, akkor ugyanúgy a hitre is hajlama, illetve igénye van. És amikor ezeket a képeket megrongálják, nekem mindig az a kérdés jut eszembe, vagy az motoszkál bennem, hogy mi az, ami erre vezeti őt. És valószínűleg ott van benne a szentségtörés. Tehát, hogy ő ezt azért csinálja, mert ő meg akar törni egy szentséget. Amikor át akarja ütni az inger küszöböt, akkor ő meg akar valamit gyalázni. Tehát, mint egy vallásos hitbuzgalommal egy másik vallásra rátámadó ember. Én ezt látom ebben. És az egész azért veszélyes, mert terjed. Tehát ha bejátszót néztük, akkor így volt, ugye, hogy London, Párizs, Berlin, Bécs. Tehát akkor a következő Budapest? Hát ugye fel is tettük a kérdést, a következő megszóló éppen a Nemzeti Múzeum főigazgatója igen. volt. És nem csak így terjedt földrajzilag, hanem generációsan is, mert amennyire én ezt látom, hogy ez a generáció, ami most kezdi a szárnyát bontogatni, érzékeny erre. Használja ezt a nyelvet, használja ezeket a fogalmakat anélkül, hogy egyáltalán elgondolkodna arról, hogy mi a probléma, igen. vagy elgondolkodna arról, hogy... De ott a pont, amit az Ervin mond, hogy milyen puhák vagyunk. Hogy alá van vetve a nyelvünk ennek az egésznek, miért nem hívjuk őket klímaterroristáknak? Hát ez miért nem terrorizmus? Miért nem vagyunk bátrak ebben a kérdésben, bélyegezzük meg őket, soroljuk be a terrorizmus nagy kalapja alá, és akkor olyan eszközökkel küzdünk ellene, mint a terrorizmus más válfajai ellen. Helyette azt mondjuk, hogy klímaaktivisták, mert valószínűleg rossz a lelkiismeretünk. Mi azt gondoljuk, hogy mi is lúzesek vagyunk abban, a mi felelősségünk is, hogy itt tart a klímahelyzet. De én éppen ez ellen tiltakozok, valamennyi reklám célpontja én vagyok, hogy Gábor hol rontja el, hol vásárol rosszul, miért nem figyel arra, hogy szelektíven gyűjti-e, vagy nem. Nem Gábor a probléma. És nem is az Európai Unió. És itt mi mindannyian meg vagyunk vezetve, és még rá is vagyunk kényszerítve arra, hogy egy ilyen puha nyelven beszéljünk erről a kérdésről, megkerülve a problémát. De ott a puhasággal egyetértek már az, hogy puha szavakat használunk erre, de amit Ervin mond, meg amit te is mondtál az előbb, szerintem ott van a kutya eltemetve, hogy tulajdonképpen a legkisebb ellenállás irányába indul el ez az egész akciósorozat. Egyrészt a Gábort kérdezik, ugye, hogy idézzem őt, másrészt meg hát azért a legkönnyebb mégiscsak egy múzeumba bemenni, és ott, akkor, ott ezt meg azt csinálni, mert azért a múzeumőrök azok nem az igazi felkészült emberek az ilyesminek a megakadályozására. Ellentétben, ha valaki oda megy egy nagy, mondjuk egy kémia konszern vezérigazgatójáhoznak a közelébe, és őt próbálja atrocitással megtámadni, hát akkor annak a bátorsága az egy picit nagyobb, mint hogyha egy festményt megrongál. De most ugye arról is beszélünk azért, hogy Oliver, azt mondtad, hogy a fejlődő országok a felelősek most már a kibocsátás nagy részért, de ugye itt meg azzal a problémával szembesülünk, hogy nekik el kellene magyarázni, hogy nem élhetnek úgy, ahogy az Amerikai Egyesült Államok, meg az Európai Unió polgárai, pedig ők valahogy így szeretnének élni. Autót, hát a lábnyomuk egyre nagyobb legyen. Ugye valami e felé törekszenek, nem? Szerintem, én ezt kétségbe vonnám, hogy nekik el kellene bármit is magyarázni. Uh-huh. Hogyha megnézzük az aktuális, legfrissebb kutatási eredményeket, akkor azt látjuk, hogy nem csak a károsanyag kibocsátás területén, de a várható károk területén is érintettebbek ezek az országok. Jelenleg azt becsülik az ezzel foglalkozó kutatók, hogy a legnagyobb kára az éghajlatváltozásnak Kínában lesz majd. Tehát én úgy látom, hogy nem biztos, hogy az a jó szerepfelfogás a nyugat részéről, vagy az Európai Unió részéről, hogy meg kell mondani Kínának, hogy mitévő legyen, már csak azért sem, mert a geopolitikai feszültségek fokozódásával most az elmúlt hónapokban már nagyon világosan kialakult egy olyan helyzet, amelyben a keleti blokk ezt fenyegetésre használja, ezt a mostani állapotot. Nem olyan régen volt a G20 csúcs ülés,
ahova a G7 országok, tehát a nyugati országok bevittek olyan javaslatokat, hogy a G20 közösen tűzön ki ambiciózus megújuló energiára vonatkozó célkitűzéseket. India volt a házigazda, India készítetett egy tanulmányt, aminek az volt a következtetése, hogy a G7 javaslat az éves szinten, ha jól emlékszem, 8 billió dollár költséget jelent, ennek jelentős része Indiában, Kínában, Oroszországban csapódik le, és jelezték, hát, hogyha a nyugat ezt kifizeti, ezt a távolról is jól látható összeget, akkor nagyon szívesen hozzájárulnak ehhez. Tehát szerintem ez a klímacsendőr pozíció, ez egy rossz pozíció. Itt érdemes talán azokhoz a konzervatív gyökerekhez, a scrutoni gyökerekhez visszatérni, amiről régebben szólt a környezetvédelem, hogy a saját környezetünket, a saját országunkat tegyük rendbe, és bízzuk a másikra azt, hogy ő a saját országát hogyan kezeli. Egyébként még annyit szerettem volna az előző témához hozzátenni, hogy a jó szándékú célokkal kezdtünk. Én nem vagyok arról meggyőződve, hogy ez egy egyértelműen jó szándékú célkitűzés. Ugye ezek mögött, a figyelemfelkeltő kampányok, akciók mögött általában az az alapállítás áll, hogy még mindig vannak olyanok, akik szerint a klímaváltozás nem fontos probléma, akik számára rá kell mutatni, hogy ez egy nagyon fontos probléma. Az empirikus kutatások egyértelműen azt mutatják, hogy itt az Európai Unióban különösen, de egyébként most már globálisan a legtöbb országban, hogy mondjam, hibahatáron belül van azoknak az aránya, akik nem tartják fontos problémának a klímaváltozást. Tehát most már nem abban a fázisában vagyunk az ügynek, hogy figyelmet kell irányítani a problémára. Most már az a fázis van, hogy segítséget kell nyújtani a vállalatoknak, az embereknek, ahhoz, hogy hogyan lehet ezt kezelni, csökkenteni, megoldani. Olivier, ez egy nyugati gondolat, nem? Tehát itt szerintem itt Scruton sajnos elsüllyed, mert hogy egy földünk van, és hogy én ezt, hogy mondjam, egy túl megengedő politikának tartom, hogy mi itt mondjuk magyar nemzeti keretek között mindent megteszünk annak érdekében, hogy elérjük a kitűzött célokat, meg hogy megfelelő legyen az átállás, de hát ez nem fogja megoldani a kérdést. Ugyanazon a golyóbison élünk. Hát jó, csak mi az alternatíva? Hogy hát megmondod Kínának, az az hogy alternatíva, csináljon? Szerintem az nem. Az az alternatíva, ez egy végtelenül pessimista alternatíva, ami nem alternatíva, hogy mi van, ha nem fog sikerülni. Tehát az a helyzet, hogyha a kapitalizmus számít, tehát a profit, meg a gazdasági növekedés, meg a verseny, akkor addig a pontig, amíg a föld nem zuhan be, akkor mindig lesz érv a kapitalizmus mellett. És nem fogja magát korlátozni a kapitalizmus a klímacélok érdekében. Meggyőződésem, hogy ez a rengeteg dolog, amivel engem presszionálnak, hogy Gábor viselkedj így, viselkedj úgy, ennek egy nagy része hazugság. Amikor azt olvasom, hogy ez a termék nagy részt újra hasznosított, akármiből készül, honnét tudom? Presszionálnak engem, és ugyanúgy ebben a kapitalista versenyben vannak azért, mert azt gondolják, hogy ez egy ideológiai küzdelem is. Hogyha van, tényleg van klímaválság, tényleg veszélyben a Föld, akkor azt gondolom, hogy ezek az eszközök, a nyugati eszközök sem célra vezetőek. És mi van akkor, hogyha kataklizma lesz a vége? De akkor miért zárjuk ki ezt a történetet? Igen, de ugye ha megint objektívek akarunk lenni, mert pedig miért ne akarnánk, akkor azért azt látni kell, hogy a klímaváltozás az ezer évekkel visszamenőleg is eltüntetett civilizációkat. Nem tudom, hogy mondjuk a bronzkori nagy birodalmakban volt-e klímaszorongás, de a klímaváltozás egymás után fejreállította ezeket a birodalmakat, jött egy hatalmas nagy gap, és utána megint kezdődött előről. Ugye én ezt nem állítom, hogy most is egy ilyen korszakot élünk, bár ugye ez is egy érdekes kérdés, hogy a fogyasztói társadalom, vagy még ideológikusabban a kapitalizmus mennyiben gyorsítja föl ezt a folyamatot. Ez meg azért probléma, mert mindannyian véges időt élünk itt a Földön, és nem tudjuk bebizonyítani, hogy 50-100 év múlva romlik-e a helyzet, vagy pedig nem romlik. Mert ezt nem lehet tudni, mert azért a klímaváltozás az nem, bár alul a gáj és fölül azért a víz az úr, tehát a természet úr az úr a társadalom fölött. Nem tudjuk, hogy valóban ezek realitások-e, amiket itt mondanak, de az kétségtelen tény, és hajlamos vagyok messze menőkig egyetérteni a Gáborral, hogy a kapitalizmus magától nem fog
megváltozni, a fogyasztói társadalom nem fog megváltozni akkor sem, ha egyébként Scrutonnak abban igaza van, hogy mindenki először a saját házatáján tegyen rendet. De akkor itt egyébként, hogyha már itt a globális kapitalizmusról beszélünk, akkor, akkor azt is, és arról, hogy a profit logikája merre visz bennünket, akkor ezzel azt is mondjuk, hogy tulajdonképpen nincsen fenntartható fejlődés a globális kapitalizmus rendszerén belül, mert ez mindenképpen annyi erőforrást emészt fel, ami problémákat okoz? Hát a földnek az erőforrásai azok végesek, tehát ez nem kell szakembernek lenni, hogy ezt kijelentessük. Tehát igazság szerint, amit én ebből, amit mondtál, kihámoztam, az az, hogy az állam meg tudja szabályozni, az állam meg tudja rendszabályozni. Egy nemzetállamnak a politikai vezetése képes-e arra, hogy ezeket a cégeket arra kényszerítse, mert ez egy kényszer. Nem. És ugye a kérdés akkor ez, és erre választ, ha te így adod, akkor viszont... Miért te nem így adod? Nem tudom, tehát nekem ez a kérdés egyelőre még kérdésként áll előttem, kérdőjellel. Kísérlet van rá, tehát én azt értem, hogy a nemzetállamok ezzel próbálkoznak, és vannak olyan kormányok, amik ezek fontosnak tartják, és valóban van ideológiai vita is e felett, vagy emellett, de nem biztos, hogy az ideológiai vita az jót tesz ennek az ügynek. Tehát az, amikor van egy politikai csoport, amely kisajátítja magának ezt a témát, azt mondja, hogy ők a zöldek, és mindenki más a gonosz oldalon van, és morális dimenzióba helyezi ezt a történetet, akkor nem hiszem, hogy azzal segíti. Sőt, talán még inkább akadálya lesz annak, hogy egy közös fellépés legyen, mert ha ez a probléma, akkor közösen kell ezt a problémát megoldani, ez pedig politikai csatatereken keresztül nem lehetséges. Jó, akkor nézzük meg, elsüllyedt ezt Scruton, vagy nem? Én azt gondolom, hogy azért egyrészt a sikerül-nem sikerül két pólus között nagyon sok átmenet van. Szerintem ez nem egy olyan típusú probléma, hogy van egy léc, és akkor azt vagy megugorjuk, vagy nem. Az, hogy erre így gondolunk, vagy sokan így gondolunk, az egy politika által motivált helyzet. Tehát amikor az van, hogy ha az emberiség átlépi a másfél fokos átlaghőmérséklet növekedést, akkor ez vagy az lesz. A kutatásokban időről időre megszokás határozni billenő fordulópontokat, de nem tudjuk igazán azt, hogy vannak-e ilyenek, és ezek mit okoznak. Itt arról van szó, hogy minél nagyobb a károsanyagkibocsátás, annál nagyobb az esélye annak, hogy jelentős károkat kell majd elviselni. És ezekre föl kell készülni, hogy ezeket a károkat, ezeket képesek legyünk a lehető legkisebb költség vagy társadalmi kár mellett elviselni. Én a szabályozással kapcsolatban eléggé optimista vagyok, vagy optimistább vagyok, részben azért, mert már az elmúlt években is nagyon jelentős eredményeket ért el a szabályozás ezen a területen. Persze kérdés, hogy jó irányba szabályozta-e a piacot, nem lehetne észszerűbb irányba, de az látszik, hogy önmagával a szabályozással nagyon nagy változásokat lehet elérni. Tehát, hogyha például azt nézzük meg, hogy az energiaszektorban az elmúlt 10 év az első olyan időszak, amikor az emberiség egy kevésbé hatékony energiahatékonyság szempontjából kevésbé hatékony technológiára tér el, és hogy most már évek óta nagyobb mennyiségű beruházás érkezik a megújuló energiaforrásokba, mint a fosszilis energiahordozókra épülő megoldásokba. Ez azt mutatja, hogy azért a szabályozásnak nagyon-nagyon komoly hatása lehet. És a kapitalizmus kritikára vonatkozóan most újra egyre inkább előjön úgy a gazdaságpolitikai gondolkodásba ez a degrowth, nem növekedési gazdaságra épülő megközelítésmód. Én ezt egy mélységesen káros elképzelésnek tartom, aminek nagyon-nagyon súlyos társadalmi kárai, következményei lennének, hogyha ezt bárki megpróbálná megvalósítani. Ráadásul itt vagyunk az Európai Unióban, jelenleg a világon minden ország intenzíven fegyverkezik. Azt látjuk, hogy egy hidegháborús állapotba kerül újra a nyugati és a keleti blokk, vagy az egyes országok. Most ebben a helyzetben, hogyha itt az Európai Unió elkezdené lecsavarni a gazdasági növekedését mesterségesen, azzal szerintem nem segítene a saját helyzetén. De hogy a szabályozást említetted, nem lehet, hogy azért kerül előtérbe
a másmilyen energiaforrásoknak a felhasználása, mert most már megéri? Mert most már drágább mondjuk a kőolaj, drágább a földgáz és drágább a sok-sok foszilis energiaforrás, mint az, hogy napelemet építsünk. Tehát, hogy mert hogyha ez a logikája a dolognak, persze, akkor megint csak támogatják. Igen, de akkor megint csak visszatérünk oda, hogy nem az állam, nem a politika szabályozza ezt, hanem a profit irányítja. De Ervin, a napelemek azért váltak olcsóbbá a foszilis tüzelőanyagoknál, mert elképesztő mennyiségű támogatást önt bele az állam. Tehát ez egy szabályozásnak az eredménye, hogy ez a költségszerkezet, ez a költségstruktúra fölállt. Ugye ezek puhább szabályozási eszközök, mint a tiltás. Értem, tehát nem tilt, hanem másik oldalról próbálja támogatni. Konkrétan a napelemeket említetted. Ezt értem, a napelemek... csak ezzel nem változtatja meg azt a fajta kapitalista gondolkodást, ami ha kicsúszik a kezéből, nem tud újabb támogatást nyújtani, mert mondjuk elfogy a támogató háttér, akkor újra visszaáll a piac. Jó, csak a feladat az most az, hogy megváltoztassuk a kapitalista gondolkodást, hát, vagy a piaci környezetet változtassuk-e meg, ez a kérdés. Ez a melyik az egyszerűbb? Van ennek még egy vetülete túl az ideológián, hogy minden ilyen szükséghelyzet, kényszerhelyzet, ami ugye a klímaváltozással együtt járhat, feltételes módot azt hangsúlyoznám, az demokrácia csökkentő és demokrácia szűkítő, és az ökodiktatúra felé viszi el a világot, és én itt látok egy nagyon veszélyes trendet, nem mondom, hogy a zöld gondolkodás minden elemében ezért érzékelhető, de benne van, hogy egy progresszív diktatúra vagy egy ökodiktatúra irányába mozdul el a világ, mert hogyha a klímakihívások olyan mértékűek, hogy nem lehet nemzeti szintű választokat adni rá, vagy nem elégséges pontosabban, akkor ugye fölmerül a kérdés, hogy ez csak valami központilag irányított helyről lehet egyáltalán moderálni, és akkor ott vagyunk ugye, hogy a demokráciának annyi, hogy pestélyesen szóljak, és ez benne van a képben, mert igen komoly, egyébként konzervatív környezetvédőktől is olvastam már ezt, hogy ez a jövő útja is lehet, hogyha ez a klímaváltozás tényleg ilyen mértékű lesz. Gábor, aztán rákanyarodunk igen, a könyvedre. Annyit akartam mondani, hogy nem tudtam, hogy így is lehet beszélni ebbe a műsorban, mert akkor én is előadom a történetemet, hogy szerintem nem fordították le Scrutont Indiába vagy Kínába, vagy ha lefordították, irreleváns, de hogy azért, mert hogyha lehet ökodiktatúráról beszélni, akkor azt a kérdést is ki lehet nyitni. Mi van, ha a kataklizma a vége, de van egy szűk elit? Hát mennyi mindent olvasunk erről a szűk elitről, aki mennyi mindent megenged magának, és miért ne gondolkozhatna egy menekülési tervben? Igen. Hogy ugyan a földnek annyi, vagy beüt a klímakatasztrófa valamilyen szinten, valamilyen intenzitásban, de nekünk van menekülő útvonal. És akkor már a science fictionnél tartunk, azért mondtam, hogy nem tudom, lehet-e így beszélni, hogy nem tudom milyen technológiai megoldásokkal, de miért, amit a Musk csinál, az mi? Azok a kísérletek, amiről ő beszél, az nem egy ilyen menekülési tervként értelmezhető az elit számára? És akkor itt marad a tömeg, az elit megpróbál menekülési útvonalat találni, és ennek az az ára, hogy fenn kell tartani a kapitalizmust. Ezt nem kellett volna elmondani. Igaz? No, hát folytassuk a késes emberrel, jó? Jó, okay. Egy másik téma, de hát tulajdonképpen már érintettük ezt a témát, mert a mondani való, a narratíva nem csak a klímakérdésben fontos, hanem Gábor, ahogy utaltál erre nemrég megjelent könyvedben, a gondolatháborúban való helytállásban is, és itt tulajdonképpen már érintetted a gondolatokat, hogy azok miként befolyásolják. Hát ha minden az, ha minden gondolatháború, hát akkor ez az. Na, hát akkor ezt nézzük, ez a klímaügy, ez gondolatháború-e? Hát szerintem abszolút. Hát tehát én nem tudom, hogy mi van. És ebből persze lehet azt állítani másnap majd az újságokból, hogy G. Fodor Gábor nem hisz a klímaválságban. Vagy nem tudja, hogy mi van. Vagy nem tudja, hogy mi van. De miért? Tudjuk, hogy mi van? Tudjuk, hogy mi a helyzet? Vannak a kezünkben ilyenek? Vagy pedig elkezdünk gondolkodni erről a kérdésről, és meggyőzzük magunkat ilyen vagy olyan irányba, és ebből következnek dolgok. Tehát szerintem minden, például a klímakérdés is egy gondolatháború, vagy a női emancipáció kérdése, vagy a választójog kiterjesztés, hogy maradjunk a politikánál, mindegyik egy gondolatháború volt, hogy el lehet-e indulni ezen az úton, végig lehet-e vinni a gondolatomat, rá tudom-e kényszeríteni a gondolatomat, az akaratomat a másikra, és ebből következik-e valami érvényes, ami egy újabb helyzetet teremt, amiben tovább lehet haladni ebben a kérdésben. Szerintem az, hogy a klímáról beszélünk, klímahelyzetről, meg zöld gondolkodásról, ez 50 évvel ezelőtt nem volt probléma. De ide el kellett jutni.
hogy egész egyszerűen beszéljünk ebben a nyelvben, idiómában, ilyen kérdésekben. És ez nem ment magától. Ez igaz, de viszont a gondolatháború szerintem régebbi. Tehát már hát az te antikvitásba visszamész, persze. Már ott megtalálod a görög filozófusok közötti vitát, a nomosz, meg a nüszosz, a természet és a mesterséges világ közötti erkölcsi különbségek. Az akkori, ott van az Antigónéban. Az akkori mesterséges világ, gondoljatok hát bele. Igen, az akkori nem mesterséges. Tehát már az ógörögök is úgy gondolták, hogy más törvények, más erkölcsi törvények vonatkoznak a természetre, és mások a emberi együttélés által létrehozott mesterséges világra. És már Arisztotelésznél is ott van a gondolat, hogy óvnunk kell a természetes világot, sőt, hát nem az antikvitást nézzük, hanem a Bibliát, akkor ott is az Ószövetségben megtaláljuk, hogy az ember az Isten képására teremtetett, és a világ összes létező élőlénye a gondoskodására van bízva. Tehát ez a gondolatháború szerintem örök, engem és mindig nem fegyelmeznek ezzel, ha klímánál maradunk, és a veszőparipámmal, aminek az alanya Gábor. Hát mindenbe, amibe beleütközök, ott van a fegyelmezés, hogy szégyeljem magam, hogy ezt vásárolom, ezt teszem, így viselkedek, ahelyett, hogy gondolnék a klímacélokra. Ez nem egy gondolatháború? Nem de arról szól, hogy szégyeljem szerintem magam, hogy így új a keret, tehát szerintem téged az zavar, mert amiről én beszéltem, az egy történelmi gondolatháború, ami mindig újra és újra fellobban, és amit te érzékelsz, szerintem az az új keret, ami téged zavar, mert ha jól olvastam a könyvedet, a gondolatháború nem csak arról szól, hogy mi közöttünk, vagy más politikai, vagy kulturális bennem. Csoportok, hanem hogy bennem folyik a gondolatháború. Igen. Éppen ezt akartam kérdezni az előbb, hogy ugye tulajdonképpen arról is beszélünk, hogy ki uralja a te gondolataidat, vagy a mi gondolatainkat, tehát hogy a személyes gondolataimnak én vagyok-e az ura, vagy pedig külső tényezők. Azért ez nagyon komoly kérdés. Igen, csak amit a Gábor mond. De ezt feszegeted is ebben a könyvben. Igen. Az a másik oldalról is igaz, hogy igen, téged mindig pellengérre állítanak, hogy rosszul cselekszel, mert ezt meg azt veszel. De eltekintetünk oldalról, a klímától másik egyébként. Oldalról meg az egész fogyasztói társadalom kommunikációja jobbára arról szól, hogy vedd meg, vedd meg, vedd meg, és ha reggel kinyitod a tévét, akkor egészen szép skáláját lehet a fogyasztói társadalom kínálatának hallani a reggeli mellett, nem akarom a konkrétumokat idézni, mert köszönjük mindig szépen. A reggelihez illik. Tehát itt arról van szó, hogy itt igazából téged piedesztára is emelnek, meg le is vesznek róla. Tehát... Köszönöm, hogy rólam szól. Ez igen, most rólad szól, mert magadhoz ragadtad a szót. Hát igen, írtad a könyvet, ugye ezt a Késes ember című könyvet, ugye az alcíme a gondolatháború, és ugye arról beszélsz, hogy a késes ember ugye azt a kést, hát hogyha magánál tartja, akkor előbb-utóbb használja, és a gondolatok, amelyek ugye két nyuszikás viccel érzékelteted, nagyon érzékletes. Az egyik esetében nem vagyunk urai a gondolatainknak, hanem külső gondolatokat belénk tesznek, és a végén azt mondjuk a medvének, hogy. A másik alkalommal pedig vesszük a bátorságot, hogy megkérdezzük, hogy le lehet-e húzni a listáról, és ugye mindenki ismer ezt a viccet. Igen. Persze, és lehúzlak. Hát azért nehéz nekem erről beszélni, mert szerintem ez olyan magától értetődő, mint a levegővétel, mondjuk egy ilyen dolgot, hogy ezt csináljuk magunkkal. Most nézzük a Semmelweis filmet, tudod, ezekben a napokban volt, vagy Amerikában bemutató, hogy ott kézmosásról van szó, olyan igen. Egyértelmű a kézmosás, igen. Tehát olyan egyértelmű, és mégis, tehát hogy nem beszélünk ezekről a dolgokról, mert azt gondoljuk, hogy egyértelműek. Pedig minden, most komolyan mondom, minden ezen múlik, hogy végül is mi végezzük el a munkát magunkban, és magunk fölé tudunk kerekedni. Legyen szó akár politikáról, de párkapcsolatról, munkáról, sportról, akármiről, vagy legyőznek minket, vagy legyőzzük magunkat azzal, hogy rosszul végezzük el a munkát, vagy mások végzik el helyettünk a munkát, és ebből következnek dolgok, illetve nem következnek dolgok. De hát ez olyan magától értetődő, hogy az ember pironkodik, hogy erről kell beszélni. Miközben a tét meg nagy. Én azon tűnődtem, amikor olvastam a Gábor könyvét, hogy ez a gondolatháború, ez egy jó vagy egy rossz dolog végső soron. És arra jutottam, hogy szerintem, és ebben lehet, hogy nem fogtok egyetérteni, szerintem ez egy jó dolog. Én ezt egy versengésnek tartom, mint a sportban, vagy a zenészek között, hogy vannak problémák, amivel az emberiség, a gondolkodók időről időre szembesülnek, és erre
folyamatosan versengő gondolatokat állítanak elő. Itt a klíma kérdésről indítottuk a beszélgetést. A klímaügyben is, hogyha visszatekintünk az elmúlt 80-100 évre, akkor azt látjuk, hogy az, ahogyan a környezetvédelemhez, a környezetpolitikához hozzáálltunk, az nagyon sokat változott, és vándorolt a téma a jobb oldalról a bal oldalra, a bal oldalról a jobb oldalra, hogyha mondjuk politikai pólusokban gondolkodunk. De jöttek a problémák, jöttek a megoldások, akkor arra jöttek az alternatív megoldások, jöttek a felháborodások, hogy Gábor úgy érzi, hogy őt PC-zték ki, akkor a Gábor előállított új gondolatokat. Jött az Ervin, aki azt mondta, hogy hát nem, nincsenek meg a kellő szavaim ahhoz, hogy felvegyem a kesztyűt, és akkor új szavakat alkotott, és azt látom, hogy ez az egész, ez valójában a mi közös érdekünket szolgálja ez a háború. Mi itt szabadon beszélünk erről, tehát Ervin azt mond, amit akar, Gábor azt mond, amit akar, nincs ilyen típusú korlát, cenzúra fölöttünk. Biztos-e, hogy például Nyugat-Európában mindenki szabadon beszél-e a klímáról, és beszélhet szabadon? És van-e ilyen pezsgő vita mondjuk róla? Emlékszem arra, amikor egyetemista voltam, és mindegy, Gróciusról volt szó, és akkor már akkor elmondtuk azt az órán, hogy a gondolatokat nem szabad büntetni. Tehát a gondolatokat, hát ha úgy tetszik, autonómia vagy szabadság illeti meg, és már ott tartunk nyugaton, hogy már lassan a gondolat bűn és bűn, gondolni se szabad arra, amit már nem mersz kimondani. És ehhez képest akár itt ebben a stúdióban, vagy akár itt Közép-Európában, mi tulajdonképpen következmények nélkül bármit szabadon elmondhatunk, nem beszélve arról, hogy mit gondolunk. Ez szerintem szorosan összefügg a szabadság élményünkkel, vagy a szabadság állapotával, és én azt akartam mondani az előző kérdésedre, megkérdezted, hogy jó vagy rossz, ez szerintem nem is jó, nem is rossz, hanem ez az emberi állapotnak a következménye. Tehát tulajdonképpen ez egy antropológiai kérdés, ha így veszük, hogy nekünk vannak gondolataink, meg vagyunk áldva, vagy átkozva ezzel, hogy el kell végeznünk a bennünk zajló érzelmi, intellektuális munkát. Nem biztos, hogy egy kutyának el kell végeznie. Nem biztos, hogy egy macska ugyanilyen munkát végez el. Nekünk, embereknek ezt el kell végezni, és tulajdonképpen, amikor a könyvben ilyen kérdéseket teszek fel, különböző művészeti példákat elővéve, hogy mi van akkor, ha nem vagy hasznos? Mi van akkor, ha a legjobbat már megcsináltad? Mi van akkor, ha nincs rád szükség? Akkor ezek olyan dilemmák, olyan kérdések, amelyek elvezetnek téged az élettől, meg a cselekvéstől, de bennünk van az emberi állapotunkba, mert filózunk magunkon. Ez nem jó vagy rossz, hanem az emberi állapotnak a mellékkörülménye, vagy nagyon is sajátos jellemzője. Még Nyugat-Európában is. Igen, csak azért érdemes erről beszélni, mert az a kérdés, hogy azok a gondolatok, amik bennem háborúznak, és amik bennem felmerülnek, azok mennyire a sajátjaim. Mert valószínűleg vannak bennem olyan gondolatok, amik sajátok, és vannak olyanok is, amik nem sajátok. De hogy hol húzódik a kettő között a határ? Mi az, ami engem szorongóvá tesz? Kell, a saját kell, gondolatom el, vagy más gondolat? Kell, hogy minden gondolat saját legyen? Nem. Gábor idéz egyet, egy ismert filmből, Együtt maradunk, bármi is jön ki onnan, ugye idézed ezt? Igen. Nem biztos, hogy ez csak saját gondolatom. De ez lehetetlen is, tehát az ember közösségi lény is ugyanakkor, és nem egy tartályban élünk, legalábbis van ilyen filozófiai elmélet, hogy igen, de én nem így gondolom, hanem emberi kapcsolatok vannak, és amiről Gábor beszél, azok több, mint a politika, tehát a párkapcsolat, a sport, ezek mi mind a politika? Közösségi tehát, tehát nekem például politikai jellemzőként az a problémám, mikor bemegyek egy tévéstúdióba, nem ide, hogy a politika le van egyszerűsítve instrumentális kérdésekre, hogy annyira szűken kezeljük a politikát. De Ervin például filozófus. Hát a politika az szintén az ember, az emberi állapot következménye. Nem csak technikai kérdésekről szól, hanem az, hogy mit gondolunk a jó életről, a másikhoz fűződő kapcsolatunkról, a közösségről, ha úgy tetszik, a nagy dolgokról, amiket el akarunk érni, de az erényekről, meg a bűnökről is. Együtt maradunk-e? Igen, együtt maradunk-e például, csak igen. Az a közeg, amiben mozgunk, bocsánat, hogy csak annyi, hogy az változik, és azzal, hogy változik, azzal a mi gondolatháborunk is változik, és most ha visszatérek erre a például a mesterséges világ és a természetes világ közötti különbség. Ugye az, hogy a kettő egymással szembe lett állítva, az igazság szerint az egy újkori találmány, a természettudományok megjelenésével indult el ez a fajta látásmód. Aztán jött a felvilágosodás, és az azt mondta, hogy nem csak, hogy megismerhetjük a társadalmat is külön, vagy a természetet, és külön kell választani a kettőt, hanem le is tudjuk győzni a természetet. Hát ez az. Sőt, utána jöttek a marxisták, és azt mondták, hogy át is tudjuk alakítani a természetet,
sőt a liberálisok is ezt mondják, fel tudjuk lazítani a természetnek a határait, és ez jó. Tehát hozzáteszik, hogy nem csak, hogy képes erre az ember, hanem hogy ez egy jó dolog. Szerintem a múltat végképp eltörölni, be a természet is benne van, igen, igen. Így van. És azért mondom, hogy a keret az átalakult, és azáltal a gondolkodásunk is változik. Csak még egy, hogy ne érezze a Gábor magát olyan jól, hogy azért én nekem a késes ember és az ábra és az alcím között van némi diszkrepancia, abban az értelemben, hogy aki a kés van a kezébe, annak biztos, hogy gondolat nincs a fejébe, csak indulat, és hogyha elemelkedek mondjuk az ember létbevetettségének attól a szintjétől, amiről itt eddig folytasz, és mondjuk ezt ideológiailag kezelem, mint afféle politológus, akkor azért azt kell mondanom, hogy én nem a gondolatháborútól tartanék, és egyetértek a előttem szólóval abban, hogy az jó lenne, ha lenne gondolatháború, én inkább a gondolattalanságokat látom a korunk főveszélyének. Azt látom, hogy talán a konzervativizmust, a maga sajátos mi volt a mellett, ugye, illetve azon túl az összes többi ideológiát az jellemzi, hogy mint egy kifordított kesztyű, régi gondolatokat ismételget egy olyan 21. századi társadalmi valóságra, akár ökológiára, akár mindenféle egyéb dimenzióban, amik szerintem meg se közelítik azt a probléma horizontot, amiben benne élünk, és amiről kénytelenek vagyunk tényleg, mint ember, nem mint ideológus és mint politológus, nap mint nap elgondolkodni. Tehát, hogyha itt gondolatok háborúja folyna intelligens módon, akkor az szerintem előre vinné az embert. Hát akkor csak kapcsolódok ehhez a késhez, de nem ezzel függ össze a késre, de szerintem a gondolat az olyan, mint egy macsete. Tehát ott van előttünk a dzsungel, meg akármi, és ha van gondolatod, akkor utat tudsz vágni magadnak. De én nem gondolnám a gondolatról egyébként, hogy az feltétlenül annak a karaktere, vagy a természete kizárólagosan intellektuális. Hogy bármi lehet gondolat, ami a szilárdságot, a struktúrát... Az indulat is. Mert az indulat is... Jó. Eredményezhet egy új helyzetet, mert feloldasz egy konfliktust, csinálsz valamit, ami megváltoztatja a helyzetet, és azért mondom, hogy ez végtelenül emberi, például nekem az a problémám a liberálisokkal, hogy ők az embert kizárólag arra próbálják korlátozni, hogy az ember racionális lény. Minden motivum rendszerébe valamiféle absztrakt ész szerint kellene eljárnia, de hát nézzünk magunkra. Így van ez? Szerintem egyáltalán nincs így. Racionális is. De érzelmi is. Például lehet, ha már az indulatot mondtad, az indulat is lehet igazolt. Lehet egy munka eredménye maga az indulat. De amikor a könyvedet olvastam, akkor a gondolatok kapcsán nekem folyamatosan azért az eszembe, hogy olyan, ahogy a gondolatokról beszélsz, mint amikor az álomról vagy vízióról beszélünk. Tehát nekem pedig ez volt az értelmezésem, hogy van egy álmom. Nyilván gondolatokból van ez az álom, mint ahogy sok politikusnak is volt álma, mondjuk 1860-as években megálmodták Nagy Romániát, és 50 év múlva valóság lett belőle. Hát szóval... igen, amikor azt mondja egy politikus, hogy van egy álmom, mondhatná azt is, hogy van egy gondolatom. És ez egy nagyon erős politikai statement. Ennek teremtő ereje van. És szerintem létezik ilyen. És a gondolat képes ott utat törni, ahol más megáll. Szerintem a pán gondolat híve vagy ezek szerint. Minden szerintem gondolat. A kulcs ebben az ügyben az interakció, akár az indulatok, akár a ráció, akár egymás között, és amiről a nyugat kapcsán beszéltetek, az sokkal inkább gondolat diktatúra, mint gondolat háború. A háborúban interaktálnak a felek, és nagyon megragadó volt, amit a gondolat lopásról írtál. Néhány héttel ezelőtt tanultam egy új fogalmat Békés Mártontól. Az ő tudomány területén szokás azt mondani, hogy elírt valamit valaki előlem. Tehát, hogy az a gondolat, ami már bennem megszületett, az az ő tollából jött ki. Én ezt nem ismertem, mert az én tudomány területemen ilyen nem létezik. A filozófia ezzel küzdik évszázadok óta, tehát ugyanazokat a kérdéseket teszi fel 2500 éve. No, egy idézet a végére a könyvből azt mondja, hogy független objektív, ezt elemzett, hogy lehet-e ilyen, hogy független objektív, azt mondja, hogy arra büszke, hogy mennyire okos, és hogy őt nem kötik olyan elköteleződések, mint szerelem, hűség, család, nemzet, politikai közösség, ezeken csak röhög, vagy éppen díjazza az árulót, aki elárulja azt, aki ez eddig hűséggel fordult. Szóval ez nagyon kemény,
amit érsz? Szerintem az életből van, mint hogy az indulat mellett is tudnék érvelni, úgy az elfogultságaink mellett is. Hogy mi, tehát milyen indok alapozza meg azt az igényt, hogy én legyek objektív, független, és az igazságot mondjam ilyen alapon, azt sem tudom, létezik-e. Hát nem az én igazságom, hogy tartozok egy közösséghez. Csanálhoz. Szeretek valakit. Igen. Meghalnék érte. Áldozatokat hozok érte. Azért, mert Kovácséknak igaza van, álljak át Kovácsékhoz. Hát miféle elvárás ez? Csak azt tud ilyet mondani, és politikai elvárásként megfogalmazni, aki senkihez nem kötődik, és semmihez nem kötődik, és semmi se fontos neki. De akkor csak most arról a saját hübrisze. Hú, de most akkor most gyereknevelésről kellene beszélnünk, hogy hogy neveljük a gyerekeinket, hogy kötődéseik legyen és kapcsolataik legyenek, valódi kapcsolataik a szüleikkel, és akkor megvan a megoldás. Hát szerintem ez akkor folytassuk a gyereknevelésre egy következő műsorban. Folytassuk majd azzal. Azért még van egy körötök ebben, még van egy percünk. Igen, hát vissza a természethez, ami hirtelen szembe jutott Rousseau-tól, de ami itt lényeges az, amit a Gábor itt a végén mondott, hogy igen, vannak kötődéseink, elfogultak vagyunk, és amikor gondolatháborút vívunk, akkor az elfogultságaink is velünk vannak, de ezeket fel kell tudni vállalni. Tehát szerintem az a rossz, hogyha már jó és rossz dihotómiába gondolkodunk, hogyha nem vállaljuk fel az elkötelezettségünket és az elfogultságunkat. De mondhatjuk azt, hogy ezek mindjárt vége is, hogy a gondolatainkat az érzelmi szűrőnkön szűrjük meg, és úgy válik bennünk. Ez így van. Hát, hogyha gyerekem vitatkozik valakivel, engem nem az érdekel, hogy kinek van igaza, hanem a gyerekemnek drukkolok. Ezért van a valósághoz szerintem a legközelebb a konzervativizmus világszemlélete, mert ez nem konstrukciókból indul ki, hanem beszámítolja azt, amit itt mondtak tudós kollégáim, hogy az ember nem csak rációval él, és nem csak racionális lény, hanem érzelmi, indulati, ha úgy tetszik. Jó, van, és hát a konzervatívok azt mondják, hogy ne azt tegyük, mint amit a múltba tettek, hanem abba higgyünk, amit a múltban hittek. Igen, és a múltat nem lehet végképp legyőzni sajnos. Jó, hát akkor a végére még ez az idézet, az együtt maradunk, bármi is jön ki onnan. Köszönöm nektek a beszélgetést. Kedves nézőink, ez volt már a Kommentár Klub. Mai adásunk újra nézhető a mediaclick.hu oldalon és a YouTube-on is, valamint meghallgatható a Spotify-on is most már. Köszönöm figyelmüket, Isten áldja önöket!